Mi nélkül kellett Petinek hazamennie egy koncert után? A. A cipője nélkül, B. A nadrágja nélkül, illetve C. Az autója nélkül. Hadd találjak már el egyet, de tényleg. Hát lehet. Mind a ketten azt mondjátok, hogy a nadrágja nélkül. Hát az vicces. Az nyilvánvaló. De szerintem a cipője nélkül, vagy a kocsija nélkül, azért azt sem gondolom egy könnyű helyzetnek. Miért hagytad el? Hát a cipőmet hagytam el. De nem hagytam el a cipőmet, tehát hogy csak cipő nélkül kellett hazamenni. És ez azért volt, mert éppen itt Óbudán játszottunk, a koncertnek olyan 10-11 körül, nem tudom, emlékszem, valahogy így volt vége. Esett egy kis eső, nem is kicsi egyébként, most már emlékszem. És kicsit még ott maradtunk táncolni, így a zenekar barátaival. És leraktam a cipőmet, és akkor mezitláb táncoltam ott. Na most az történt, hogy amikor egy fél óra múlva el akartunk indulni haza, akkor csak az egyik cipő volt már meg, és én azt gondoltam, hogy elvesztettem valami miatt, valahol, és keresgéltem, nem találtuk meg, és végül felhúztam a fél pár cipőmet, és hazagyalogoltunk 20 percen keresztül ide a Kolosi tér fölé, és majd másnap lementünk a törzshelyemre, a Madách térre, kértem a szokásos hosszú kávémat melegtejjel, és a kávéval együtt kioszták a fél pár cipőt. Hogy került az oda? És egy szép, egy ilyen rajongói levelet is kaptam mellé, és csak annyi volt benne, hogy elnézést kérek, hogy elhoztam a cipődet, akkor még jó ötletnek tűnt.